Itt vagyunk a Pécs City Karnevál promóciójának a helyszínén az AOK előtt, és Soltész Péter Pétert kérdezem a rendezvény szervezőjét és az ötletadóját. Hogy is kezdődött? Hogy jött az ötlet? Valószínűleg ezt oda tudnám visszavezetni, leginkább, hogy volt szerencsém élni Londonban a Notting Hill nevű városrészben, és a Notting Hill Karneválon is kétszer is részt vettem. És innen jött valószínűleg az ötlet, de a másik dolog, ami miatt ezt az egészet meg szeretnénk csinálni, az meg a pécsi milliónek a szeretete és az ismerete. Magyarul az, hogy az a véleményünk, hogy ahhoz képest, hogy itt van 30 ezer egyetemista a városban, viszonylag kevés, vagy majdnem, hogy nulla olyan rendezvény van, ami a belvárosban, konkrétan az utcákon zajlik, és elősegíti azt, hogy aki ide jön tanulni, az összehaverkodhasson az itt élőkkel, meg hogy megismerje a várost. Valahol ez így a kettőnek az ötvözetéből nőtte ki magát ez az ötlet. Karneválnak egyetlen egy lényeges pontja van, vagy egy lényegi információt szeretnék mondani, hogy ez egy buli. Tehát itt túlságosan komoly dolgokra nem kell gondolni. A dolog az úgy néz ki, hogy kijelölünk egy útvonalat a belvárosnak az utcáin, és az útvonal mentén 16 helyszínen létesítünk állomásokat, mindegyik állomást egy ismert és nagyra becsült pécsi vendéglátós, magyarul kocsma, kávézó, bár, söröző fog, tehát ők a házigazdája ezeknek az állomásoknak, és mind a 16 állomásra szerveztünk egy-egy DJ csapatot, egy úgynevezett sound systemet, akik pedig a szórakoztatásról fognak gondoskodni. És akkor ezen kívül egy harmadik fontos eleme van a karneválnak, az pedig maga a felvonulás, ami pedig bárki részt vehet, aki regisztrál a honlapunkon, vagy pedig a résztvevő kocsmáknak kitettünk papíralapú regisztrációs lapokat is. Borzasztó egyszerű, csak egy nevet kell kitalálni, valami ötletet, és kell szerezni 10 havert, vagy annál többet. 10 órától délig lesz gyülekező a Széchenyi téren. Délbe elindítjuk ezt a menetet, körbe megy az útvonalon, amikor beért, akkor azt nem mondtam, de lesznek versenyek is az egyes csapatok között, eredményt hirdettünk a versenyekre, és utána este 10-ig pedig szabad a vásár, bárki bármelyik állomáshoz ellátogathat, leragadhat, bulizhat, ihat egyet, tovább mehet, ha úgy gondolja, vagy maradhat, ha úgy gondolja. És az egész estét pedig a Punani Masszív koncertje fogja zárni a Széchenyi téren, ahova szintén mindenkit nagy szeretettel várunk. Egy fontos információ még, hogy az egész rendezvény az első pécsi Pezsgő Borfesztiválnak a társrendezvénye. Ők kvázi befogadták a mi ötletünket, és segítenek az egésznek a lebonyolításával. Mindenkit nagyon szeretettel várunk, mert tényleg ez egy olyan dolog akar lenni, amiben szabadon és vidáman bárki részt vehet. Azt írtuk ki a plakátra, hogy amilyen még nem volt, átvesszük a belvárost. Ez a szlogán. Occupy the streets of Page for the carnival next Saturday, a köbbi közel szombat. Szeptember 22. Szeptember 22, igen.